Műszaki László. Megleptél István, mert ugye erről nem volt szó. Hogy én most itt fellépek. Semmi baj! Röviden velősen, hát olyan 31 esztendeje alakult meg a Magyar Nemzeti Televíziónak nevezett csatorna, ami Duna Televíziónak hívunk. Ez úgy alakult meg, mielőtt megalakult, a neve az volt, hogy Hungária Televízió. Az indulása előtt egy nappal, vagyis pontosan van azon a napon, hajnalban összeült a kuratórium egy szabadkőművesekből álló csapat, elnöke Csóri Sándor volt, és felállt egy ember az ülésen, azt mondja, de hát kérem szépen ezzel a névvel, hogy Hungária. Hát mi szólnak ehhez a szomszédok? Csóri fölállt, kérem, igaza van a kollégának, hát mit szólnak ehhez a szomszédok? Hát ilyen néven valóban. Abban a pillanatban változtatták meg a Hungária Televízió nevét Dunára. Dunára. Ugye tudjátok, tudják, hogy Európa legszennyezettebb, legpiszkosabb folyója a Duna. Erről nevezték el a nemzet csatornáját, ami televíziónak hívtak néhány éven keresztül, ma már még a televízió nevét is elhagyták. Mert ha megfigyelitek, hallgatjátok a rádióban, vagy akármilyen tévében a reklámot, hogy ilyen meg olyan műsor, majd holnap este halljátok a Dunán, holnap után 21 óra 30-kor a Dunán, vagy éjfélkor a Dunán, így konferálják föl a műsoraikat. Már a televízió nevet is elhagyják. És ti, mi magyarok, 30 esztendeje fizetjük, fizetitek az adományokat az államilag fenntartott televízió alapítványának, amit viszont úgy hívnak, hogy Hungária Televízió Alapítvány. Ezt nem felejtették el lecserélni, mert ezen keresztül is bepaliznak benneteket, minket, a világ magyarságát, a kispénzű embereket is, hogy járuljál hozzá az uralkodó asztalához, azzal a pár dollárral. 30 esztendő alatt én nem tudnám most hirtelen kiszámolni, megmondani, de sok-sok milliárd dollár folyott be ezen keresztül ebbe az alapítványba. És megmondom őszintén, én is szégyellem magam, hogy 30 éve nem tudok mit kezdeni ezzel a névvel. Ugyanis, mikor én ezt megtudtam, hogy hogyan lázták meg a Hungária Televíziót Magyarországon, hogy nevezték át Dunának, én besétáltam a Magyar Nemzeti Szabadalmi Hivatalba, és levédettem ezt a szóösszetételt, hogy Hungária Televízió. Az én tulajdonom. Mert úgy gondoltam, hogy sokkal jobb helye van nálam, mint bárki más. Magyar vagy! Köszönöm szépen. Itt rajtatok kívül nem sokan hallották még ezt a témát, a dolgot. Igaz, hogy fönt van az interneten egy nyilatkozaton, de nem igen terjed. És most, ma is az a álláspontom, ha egyszer visszavesszük hazánkat, Magyarországot, egyetlen egy televíziós csatornára lesz szüksége,
és annak nem lehet más a neve, nem lehet. Ilyen tévé, olyan tévé, nem tudom ilyen. Egyetlen neve lehet Hungária Televízió. És minden áldott este 19 óra 30 perckor például Orosz Mihály Zoltánnal kellene kezdeni, meg Tarci Istvánnal, Bene Gáborral az adásokat, akik felvilágosítanák már végre ezeket a szerencsétlen, lenyomorított, lebutított, fizikailag lesorbasztott embereket agyilag. Kérlek, dolgozzatok ezen. Vegyük már vissza valahogy hazánk.